Jó estét, magyarok! Hát elmegyünk aludni, és hála az égnek van internetem. Megjött egy nagyjából fél órája. Úgyhogy szép álmokat kívánok mindenkinek. Gondolkodtam azon, hogy zaklassam-e a lelküket ilyenekkel most így búcsúzóul. De hát úgy néz ki, hogy mégiscsak belevágok. Márhogy máj napra búcsúzóul. Ugye kiderült, hogy türkök vagyunk, és ennek bármi jelentősége van. Nem tudom, hogy ez mit jelent egyáltalán. A tény, amit tényleg vagy Ildikó megírta, Sztálin volt az elmúlt 101 néhány év egyetlen olyan despotája, aki még idáig ilyenekről beszélt, hogy mert megszólalni, hogy és akkor mi van a nyelvvel. Tényleg volt egy ilyen kiadványa. Itt a kiskutyám. Sztálin ide, Sztálin oda. Megyünk majd mindjárt együtt aludni. Ez az egyik dolog. A másik, most olvastam egy olvasói levelet éppen, most végre annyi mindenről lehetne megint beszélni, de majd holnap beszélünk a 888-on, ahol hihetetlen intelligensen egy olvasói levél formájában azon élcelődtek, hogy azok az emberek, akik mondjuk kritikusok a kormánnyal, és mondjuk a hivatásuk a médiában van, és mit tudom én, újságírók, meg publikáló emberek, azok, hogyha nincs munkájuk, mert ugye médiaszabadság van, menjenek el úgymond dolgozni. Mondják ezt azok, akik lopott pénzen heréskednek. Kevesek által, szinte senki által nem olvasott, nem nézett médiumokban dolgoznak, ahol állami pénzen, államtól lopott pénzen lelkesen heréskednek, és még annyi bátorságuk sincs. Jó estét kívánok, hogy névvel, címmel írják meg. Olvasói levél formájában írogatják, szóval egészen elképesztő. Szóval nézzék el nekem, hogy most ennyire szubjektív vagyok. Nézzék el nekünk, sokaknak, akik most azon dolgozunk, akár az önök támogatásával. Mert hogyha önök minket támogatnak, ezt önként teszik, ha teszik. Ezek a fiatalok az önök pénzéből, az önök pénzén úgy élnek, hogy önöknek jószerivel, nekünk, adófizetőknek semmi közünk nincsen ahhoz, és semmiféle befolyásunk nincs arra, hogy ezek a jó emberek egyáltalán miért kapják a fizetésüket. Hogy én miért vagyok kénytelen elviselni a Facebookon, hogy mondjuk például a 888 híreid legyenek azonnal feldobva. Tudják, hogy ez mennyibe kerül? Mindannyiunknak. Üdvözlöm Elek, meg mindenkit, aki most bekapcsolódott ebbe az egy oldalú diskurzusba, bocsánat, mert most csak én beszélek. Na minden esetre reménykedem, itt a viharos Dunakeszin, 3 nap alatt 2-szer ment szét a boxom meg a wifim. Na minden, nagyon rendes emberek dolgoztak. Nagyon rendesen és kedvesen és odaadóan, akik végezték a munkájukat, végzik a munkájukat, és így nekem is segítettek. Ez a helyzet, hölgyeim és uraim. Elmegyünk aludni, itt az én kis kutyám. Egy tündérvilágszál, nem? Majd a nagyfiúkat is bemutatom már önöknek. Hát ezek vannak. Szép álmokat kívánok mindenkinek. Mindenkinek, akinek van lelkiismerete, bizonyára jó és szép álmai lesznek. Olvasott az Imre Ceglédi Csabáról. Nem tudom. És nem gondolom, hogy minden Gyurcsánnyal kell ellenzéki oldalon összekapcsolni. Én szerintem nem Gyurcsányról szól ez. Ez mindannyiunkról szól. Ceglédi Csaba egy
egy felkiáltójel, ahol a hatalom mindannyiunknak üzen, akik kritizáljuk, és akik konfliktusba kerülünk vele, velük. Tényleg ajánlom a Népszavában azt a cikket, amit idézgettünk reggel, a tudomány állásáról, ahol a Világgazdasági Kutatóintézetnek egy nagyon kedves fiatal, nagyon tehetségesnek tűnő, értelmes kutatója, intelligens, nagyon jó nyilatkozat. Hát ilyenkor persze nyilván az újságírónak is van ehhez köze. Ahol arról beszél, hogy legalábbis én így értettem és így értelmezem, ahol arról beszél, hogy azért a hatalom készül a rosszabb időkre. És ha jönnek a rosszabb idők, akkor hát szükségképpen jönnek. És az ország felkészületlen, mert vasba és betonba öltöztette a hatalom. Stadler stadionnál tette ezt az országot. Bizony, bizony. Ceglédi Csaba ebben az összefüggésben egy példa, egy elénk állított példa, hogy féljünk. Az erről szól, nem Gyurcsányról szól. Föl van mutatva mindannyiunknak, hogy legyünk szívesek félni, mert így járhatunk. Ez a helyzet. És a kormánypárti fiatalok pedig lelkesen, öntudatosan, nagyképűen tolják magukat. Annyira lelkesen és fiatalosan és nagyképűen, hogy olvasói levelek mögé bújnak hihetetlenül. De jobban tényleg nem folytatom, mert jó lenne, hogyha szép álmaink lennének. Forduljanak a barátaik felé, fogják meg a párjuk kezét, simogassák meg a gyermek buksi fejét, most már 10 óra van, gyerekeknek le kell feküdni. Puszulják meg a homlokukat, ők is dolgoznak már holnaptól. Iskola van. Csók, ölelés magyarok.